eljöttük, a dicsérjük az Urat, miként előbb ebben az énekben lehetett hallani. Nem felejtettük el meggyújtani a gyertyákat, itt a gyufa is erre a bizonyíték, ki tudja, hogy miért, mi fog most következni. Hát az, hogy az adventi koszorú első gyertyaszálát meggyújtjuk. Advent úrjövetet jelent, Jézus Krisztust várjuk, aki eljön szívünkbe, lelkünkbe, hogy ő legyen a mi világosságunk, a mi életünk. Kicsikét nem egészen stílszerű, hogy pont a lámpafényben szép, majdnem a napsütésben vagyunk. Tegnap este a kápolnában tudtuk ezt igazából átélni, a nagyboldogasszony kápolnákban, amikor a sötét templomban gyújtottuk meg az első gyertyaszálat. Krisztus, a világ világossága, jöjj el, Uram Jézus, válts meg bennünket! Ezért gyűjtjük meg a várakozásunk jeleképpen díszített, készített adventi koszorúon az első gyertyácskát, majd pedig jövő vasárnap pedig a másodikat, a harmadik pedig az a rózsaszín, látjuk a rózsaszín szallaggal átkötöttet, nem azért van rózsaszínnel átkötve, mert a lila szallag elfogyott volna, hanem azért, mert az az enyhített vasárnap, az a gyengébb, picit lájtosról szokták mondani, tehát enyhébb vasárnap, örvendezés vasárnapja, akkor a bőjt, az imádság, a jó cselekedettel egy kicsikét pihenhetünk, szusszanhatunk egyet, hogy aztán nagyobb lendülettel folytassuk útunkat a negyedik vasárnap irányában, és akkor már majdnem itt van az Úr Jézus Krisztusnak a születése. Sőt, hajnali szentmisével is készülünk arra, hogy Jézus Krisztus a mi szívünkbe eljön, és aki átéli a hajnali misnek az örömét, mikor a hajnali mise? Nem 4 órakor most kivételesen, hanem 6 órakor van a mise, reggel 6-kor, akkor a sötét templomban, akkor is meggyújtjuk a koszorunkon a gyertyácskát, és betölti a fénye a mi templomunkat, a mi szívünk templomát is. Hát adja Jóisten, hogy jó adventünk legyen, jól tudjunk fölkészülni, sok jó cselekedettel, imádsággal, szentgyónással, szent áldozással. Ezt követően pedig meggyújtjuk a többi gyertyát is majd. Talán észrevettük, hogy Máté nagy csokor virággal jött a kezében ide a templomba. Máté, köszönöm szépen, hogy elhoztad ezt a virágcsokrot. Nem nekem hozta Máté. Ki tudná kitalálni, hogy ezt a 100 szál rózsát miért hoztuk el? Kis rózsafűzér is van rajta, Betlehemből készült, ottani fából készült rózsafűzér van rajta. Hát megkérném, na hát itt pontosan, azért, mert 100 éves Manci néni, Bajer Mancini, egy nagy tapsot adjunk neki ide, toljuk ide középre Manci néni, kérem szépen. Picikét a hírek fel is fordítsuk Manci nénit már, hogyha lehet kérni, úgy toljad előre, úgy elmér, úgy nagyon köszönjük. Nem kell. Bizony. Láttatok már 100 éves gyereket? A Mariánumból jött gyerekeket kérdez, akik itt Erdről jöttek át, még nem láthatok. Képzétek el, jövő ilyenkor Mancini 101 éves lesz. Legalább ezt kívánjuk neki, majd aztán 102, 103 és hát minimum egy 105-öst kívánunk Mancininek. Sok-sok szeretettel. Isten értesse Mancinit, és szépen köszönöm az hívek nevében, az Atya nevében mindenkinek köszönöm a megemlékezést. Mancini, egy kicsikét arról tessék beszélni egy pár vonat erejéig, hogy szokták kérdezni, a hosszú élet titka ön szerint mi? Egy pár mondatban segítette ebben a hit például? Az anyám is nagyon vallásos volt. Engem csecsemő koromtól mindig itt a templomba. Úgyhogy mikor én meg iskolába kezdtem járni, nekem nem volt újság, hogy most miért nem voltam, mert én mindig voltam, és mindig vallásosan nevelt az anyám. És a szent áldozás? Ó, nagyon jó volt, hát ugye akkor voltam, amikor, és utána minden vasárnap, mindig. És minden első pénteken gyóntunk, áldoztunk. De ez nem csak 10 éves korában volt, hanem addig is, ameddig önállóan tudott jönni. Hát anyám elhozott elő még csecsemőkoromban, mert az is olyan vallásos volt, és úgy nevelt, és úgy is maradtam. Tehát amíg Mancini nem kényszerül bele ebbe a gurulós taligába, székbe, addig szinte majdnem minden nap jött a misé. Igen, mert mindig mentem. Közel volt, megszoktam, és hiányzott, ha nem jöttem. Mancini, és amikor nehézség volt az életében, akkor hogyan tudta átélni? Mikor mi volt? Nehézség volt az életben. Adott a Jóisten hozzá mindig erőt, egészséget, mindent kibírta. És voltak jó emberek, akik ön mellett voltak, ugye? Igen, meg hát tetszik tudni, a háború volt, az megpróbálta az embernek az idegeit. De és mindent kellett, a Jóisten mindig velem volt. És hogy tudott ilyen mosolygós maradni? Ilyen volt a lelkületem. Isten Mancinire mosolygott, és Mancini pedig visszamosolygott az Istenre. Igen. Ezt szeretnénk kívánni Mancininek sok-sok éven keresztül, hogy ezt a mosolyt ragyogja, és itt egy szép rózsafűzér is, amit nagyon-nagyon buzgó szívvel imádkozik Mancini néni. Én tudom jól, hogy szinte egész napját az imádságban tölti. Hát igen, fővárosról, mert megszoktam jönni, anyámtól megszoktam, amikor egész kicsi voltam, mert az is nagyon vallásos volt, és annyit számít az embert, hogy neveli. Köszönjük szépen, Mancinet! Így van, sok boldog, köszönjük szépen! Köszönjük! Úgyhogy Mancinit Isten értesse, és jövő ilyenkor a 101-et fogjuk majd. Ne tessék, hátra, ne vittem hátra, maradjon itt az első sorban. Hát itt közelebb, ne, hát mégis bátran. Kedves esérek, elő van egy pár ülőhely, nyugodtan jönnek előre, gyereke pláne, itt az első sorokban, úgyhogy nem kell hátul áldogálni. Gyertek ide nyugodtan előre, onnan az ajtót, és ide bátran előre lehet jönni. Andriska, majd ide létszes, hiadott az embereket, ott lapulnak hátul, nem mernek, bátortalanok. Kedves testvérek, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életét. Előbb ott is vannak még helyek, bátran úgy. könyörögjünk. Mindenható Örökisten, önts híveit szívébe szent elhatározást, hogy jó tettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé, ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában, s mindannyian együtt örvenjünk a boldog örökké valóságban, kiveled él és uralkodik a szentidekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. A Szent Mise áldozatot elhunyt szülőkért és testvérekért ajánljuk föl, és egyben Manc néniért is. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Izaiásnak, Ámosz fiának látomása Júdáról és Jeruzsálemről. Az utolsó időkben az Úrházának hegye szilárdan állt a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Odaözönlennek majd a nemzetek felé tartó számos nép, és így szól. Rajta, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenjének házához, hogy tanítson meg útjaira, és ösvényen járhassunk. Mert Sionról jön a törvény, és Jeruzsálemből az Úr tanítása. Ő tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. Ők meg beolvasszák ekevasaikat kardnak, ekevasnak kardjukat, és sarlónak lándzsáikat. Nemzet ne emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést. Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ismeritek az időt, itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból. Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk. Múlóban az éjszaka, elközelgett a nappal. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk becsületesen, amint az a nappalhoz illik. Ne lakmározva és részegeskedve, ne kicsapongásban és érzékiségben, ne civakodva és viszálykodva. Öltsétek inkább magatokra Jézus Krisztust és a testi fegyelmet, hogy ne a bűnös vágyak szerint cselekedjetek. Ez az Isten igéje. Emlékszem, amikor kicsi voltam, és csengethettem az oltár körül, majd pedig körmenetem, hosszú körmenet volt a Kruspér utcai kis kápolnával, a Budafoki út, Látványosi út keresztül, hát egy olyan másfél-két kilométeres, a csengőt kaphattam a kezembe, hát én úgy ráztam azt a csengőt, mint a húzat. Mindenki hallja azt, hogy itt van velünk Jézus. És ez nagyon nagy öröm volt számukra, és a gyerekeknek az arcát most, hogy láttam, és látom, hát önök nem látják, kivételezett helyzet vannak a minisztránsok, meg a pap, tehát látják ez a ragyogó, tündöklő, angyalarcú gyerekeket, hát ez csodálatos, úgyhogy lélekben is egy kicsikét össze kell mennünk, alázatosaknak kellünk, mint Gábor is egy kicsikét előbb magasodott itt a kamera előtt, úgyhogy összement egy picikét még jobban, Mikulási Gábor, tehát nekünk is lélekben össze kell egy kicsit mennünk. Jézus is ezt mondja, hogy ha nem leszünk önök, mint a gyermekek, olyan tiszta szívűek és nyílt, boldog lelkületűek, akkor nem tudunk bemenni a mennyországba. Hogyha a cívünk teli van mindenféle rosszasággal, akkor alkalmatlanok vagyunk arra. Hát tanuljunk a gyerekeknek a lelki tisztaságából, és soha ne rontsuk őket el. Most hallgassuk az Úr Jézus tanítását, az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt az ő tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban, vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Ha két asszony őrül az ő malmával, az egyiket fölveszik, és a másikat ott hagyják. Virrasztatok tehát, mert nem tudhatjátok, hogy mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fent virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéjén. Kedves testvérek, Jézus a végidőről beszélt nekünk, arról az időről, amikor majd ő újra eljön. És azt mondja, hogy teljesen váratlanul jön el. Egy élményemet szeretném nektek elmondani, tehát a gyerekeknek különösképpen valószínűleg nem volt olyan élményben részük, mondjuk amennyire nekem volt, annyira lehet, annál jobban ne legyen. Még megmondom, hogy miről van szó, arról, hogy amikor én még jó pár évvel ezelőtt, 12-13 éves gyerek voltam, a Karinti Frigyes úton laktunk, a szüleimmel, és tehát a bátyámmal, és hát szombat este volt, nem néztük a tévét, nem beszélgettünk, és beszélgettünk és vacsoráztunk, egyszer csak úgy éreztük, hogy valaki remegteti az asztalt. Összenéztünk, hogy mi van. Remegett minden, mozgott minden. A csilál elkezdett mozogni. Hát hihetetlenül megijedtünk. Mi történhetett? Mi volt szerintetek? Hát földrengés. Hát kedves testvérek, kedves gyerekek, hát félelmetes volt. Most volt 100 éves a ház, ahol nevelkedtem, úgyhogy annak köszönhetőenek vagy sem, de mozgott minden, és teljesen bizonytalan volt minden. 5. emeleten laktunk, kitódultak az emberek a folyosóra, aki tudott, a szaladt lefelé, és hát mire észbe kaptunk, hát hála Istennek, addigra elmúlt. De azt sem tudtuk, hogy most vigyünk magunkkal valamit, vagy ne vigyünk, vagy mi lesz? Az ember megrémült. Ez szörnyű érzés ám. És teljesen váratlan volt. Kiderült, hát jó pár 100 kilométerrel arra volt, komoly földrengés volt, utána lehet nézni, anyagi károk is jelentkeztek, stb. Tehát Jézus, amikor arról beszél, hogy másodjára eljön, akkor nem fog előtte külön léci-léciket küldeni, hogy te bocsi, ne haragudj, majd fogok majd jönni, egyszer tis, eljön. És mi, nekünk nem rettegni kell ettől, hanem szeretettel várjuk. Persze az ember megijed, de szeretettel várom, hogy találkozom Jézussal. Jézussal, azzal a Jézussal, akivel itt a templomban találkozunk, minden egyes szentmisén. Minden egyes szentmisén Jézussal találkozom. Nem tudom, hogy volt-e már közületek olyan valaki, aki unatkozott. Kicsi gyerek voltam, akkor volt olyan, hogy unatkoztam pici ideig. Az nagyon rossz. Az ember egyedül játszik a matchbox-szal, meg nem tudom, nem voltak még ez a tapogatós játékok, nem voltak. Hála Istennek szerintem, na mindegy. A lényeg az, hogy az ember úgy unatkozott. Csak apám mondta, vagy édesanyám, hogy unatkozol? Hát tegyél valami jót, mosogass el, rakj rendet a játékszekrényedben, szépen néznek, hogy mi a házi feladat. Ezen magas unatkozott. Aztán mindenfajta varázs dolgokat még mondtak, hogy mit kellene még csinálni, de amikor azt mondták, hogy ezt Jézusnak teszed, egészen átváltozott, tényleg Jézusnak teszem? Hát persze, hogy Jézusnak teszed, mert itt van veled Jézus. Hát, hogy gyorsan az ember igyekezett megcsinálni a házi feladatot. Meg hogyha nem sikerült, akkor segített apu vagy az anyu, alázat kell ám ahhoz is, hogy az ember elfogadja a segítséget. A szülőknek is kell ám alázatot, tudják úgy mondani a gyereküknek, hogy elfogadják a segítséget, mert a gyerekben is benne az, hogy dac, hogy hagyjam a békon, ismerjük ezt, mert annyi már. Ugye? Tehát, hogy szülőnek is ilyenkor nem azt mondani, hogy már pedig az, és akkor a gyerek annál van, és akkor kialakul ilyen álló háború. Egy ismerősen mondta éppen, van egy nagy kutyája, egy ekkora nagy kutya, gyönyörű, szép, van nem hiszem Újfulland, vagy Bernáthegyi, de egy nagy kutyus, Pesten laknak bent, és a kutyus nagyon szeret csavarogni. És ez egyik este kinyitotta a kerthajtót, és önálló pályára tette magát, és hát a gazdia pedig fölébredt, és hogy nyikorolt a kertkapu, és loholt utána. Szóval, hát elindult a fogócska a kutya után, a kutyuka egyáltalán nem akart visszamenni, és olyan 10 méteres tisztes távolságot tartotta, hiába próbálta oda csalni, oda hívogatni, a kutya az egy lépés előre a gazditól, 2 lépés a kutya részről hátra. És akkor ez így ment ez a 10-12 méteres álló háború, a gazdája megunta az egészet, mondta, majd vissza fog majd jönni, de a kertkaput persze nyitva hagyta, hát reggel, persze, hát ott volt az aranyos szép Bernáthegyi, most eszembe jutott, Bernáthegyi kutyuska ott volt, a küszöbön és ott várt, ugye? Hát nekünk is, hogy így kell lenni, fölnőtteknek sokszor, hogy kell tudni azt, hogy gyerekeinket a büszkeségét, önérzetét, mert nagyon büszkés, önérzetesek a gyerekek, mint ahogy mi is voltunk, meg támadjunk is, és akkor a gyereket próbáljuk megnyerni annak, hogy hadd segítsek neked. Nem vagy egyedül. Jézusnak teszed, és én segítek neked. És akkor az unatkozás elment, és lehet játszani. Mennyire jó közösen játszani. Közösen valami nagyszerű dolgot csinál, amikor az édesapa, vagy az édesanya, vagy egy nagyobb testvér, vagy egy nagyobb barát, ugye, egy jó barát, példáját tudjuk követni. Ezért fontos, Manci előbb mondta, a jó szülők, meg a jó közösség, aki emeli az embert, az Isten felé. Nem vagy egyedül, sem az örömödben, sem a bánatodban, sem amikor kétségek gyötörnek, veled van az Isten, és veled vannak a jó emberek, a tiszta lelki jó emberek. És így várjuk az Úr Jézusnak az eljövetelét. Jöjj el, Uram Jézus! Jézus eljön hozzánk karácsonykor. Nem azért jön, hogy dirrel, durral bántson bennünket, hanem szeret bennünket. Hát ki tudná fejezni jobban az Isten az ő szeretetét, mint az, hogy egy ekkora kis nyiszörű-nyiszörű gyerekként jön el hozzánk. Hát egy egyszerű kis csecsemőként, törékeny, egyszerű csöpségként, aki még ki sem tudja nyitni a szemét. Ugye szokták mondani, hogy a Betlehemben megszületik Jézus, és Máriás rögtön fürkészi a tekinteteket, és mondtam már mindent okosan körbe tekint, hogy hát igen, ez a csacsi nem egészen szépen lett, a füle nem úgy nőtt, ugye? Hát Jézusnak a megszületett, akkor kunyorgó kis pici gyerekként. Mi emberek tudtunk rámosolyogni, Mária meg József, és arra vár, hogy szeressük őt. Persze az Isten előbb szeret bennünket, arra hív, hogy viszont szeressük őt. Nem vagy magányos, nem vagy egyedül. Veled van az Isten. Mint hogy ez a gyönyörű köszöntés, az szerintem egyik legszebb köszöntésünk. Isten veled. Isten veled. Egész nap Isten velem van. Jöjj el, Uram Jézus! Hozz el az én szívembe világosságot, örömöt, békét, szeretetet, mosolyt, kedvességet, hogy soha ne legyek haragos, soha ne legyek gyűlölettel, szeretetlenséggel, reményvesztettséggel teli. Mi nagyon szeretjük azt mondani, hogyha megkezdjük valakit, hogy vagy rosszul. Van ott egy ismerősöm, aki nagyon jól tudta ezt eljátszani, felnőtt ember, több gyereke volt, és itt utánozta ezeket a típus embereket, és megszületett az egyik kis babája, hát megkérdeztem, hogy és hogy vagy? Azt mondja, még rosszabbul. Hát ezt mondtam, miért mondod? Hát azért, mert ezt illik mondani. Persze, hogy nem, nagyon jól vagyok, és örülök mindennek, csak manapság ez figyeljük meg, megkezdődik, hogy vagy? Nagyon rosszul. És a keresztény ember, kedves testvérek, ne ezt nyökögjek ki a magából, persze lehet, hogy ezt így éri meg, nagy baj. Próbáljuk meg Jézussal boldogabban élni életünket, mint ő nélküle. Sőt, Jézussal a legboldogabban élhetjük életünket. Hát ezért vagyunk mi hívő keresztények, és nem pedig bankkártya imádók. Ugye? Már megint levontak róla. Teljesen összetörtem lelki. Isten szeret, de hát... És azt figyeltem meg, kedves testvérek, hogy a sikeres emberek, éppen tegnap, amikor a 8 fős lelki gyakorlatunk számára, annyian voltunk a délelőtti folyamán, de a gyerekek nagyon sokan voltak, az idősebbek biztos sok dolguk volt. Tehát a kis lelki gyakorlatunk alatt mondtam, hogy amikor találkozunk egy nagyon gazdag emberrel, meg egy milliárdos, vagy milliómos, az már semmi. Milliárdos emberrel találkozunk, vagy találkoznak, akkor hogy ő aztán biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon tud. És amikor találkozunk egy szegény emberrel, akkor hát ez jól elszúrhatta az életét, ugye? Elkerüljük nagy ívben. Pedig lehet, hogy az a nagyon gazdag ember, persze mert kicsit rossz májú vagyok, azért a nagyon gazdag ember, mert az a másik ember csóró lett. Ugye? Szegény lett. Kedves testvérek, sikeres élet. Manci néni előbb, amikor ide begurítottuk a kis szerkentyűjével, nem azt mondta, hogy azért vagyok én boldog ember, mert bankszámlámon van, mennyi van lányom a bankszámlámon? De azt mondta, hogy azért vagyok boldog ember, mert Jézus, a Jóisten szeret, és én szeretem őt. Így van, Manci néni? Igen, így van. Most is mondtam. Manci néni, figyel ám nagyon. Szóval, hogy érdemes, igen, azért vagyok boldog ember. És akkor, amikor Manci néni 2 évvel ezelőtt belekerült ebbe a gurudós szerkentyűbe, naponta jött a misére. Úgy jött, mint a puskagolyó. Nem lehetett vele versenyezni. Több ilyen 30-es, akkor Manci, már lassítsunk már kicsikét. Manci így ment. Ugye, Manci néni? Bizony. És ez tartott őt életben. A templomban itt vagyok az Úr Jézus közelében. Gyermekeinket és unokáinkat is ez fogja értetni. Jézus vár. Itt van velünk. Nem vagyok egyedül. És amikor szegénynek eltört a lába, és emiatt aztán ágyba kényszerült, többet van ágyban, akkor is ott a rózsafűző, az imakönyv, ott van a tévé, most már tudja kapcsolgatni, és hogy most akkor jön a szentmise, a halom tévé, puf, benyomjuk, ugye, újra megnézzük. Tehát a hit, a szeretet és a családi élet az embernek, nem a Red Bull, a szárnyakat, a hit, A hit ad szárnyakat, ezeket az energiaitalokat, bár vesz a tévé, nyugodtan vállalom, ezeket betiltatnám, főleg gyerekek egyáltalán ne igyák, nagyon egészségtelen, méreg szinte. Kedves testvérek, a hit tart bennünket életben, hogy Istenhez tartozhatunk, velem van, nem unatkozom, nem nyekkenek össze, velem van. És hogy Mancini megkapta a 100 szál rózsát, és benne volt egy, vagy van, még most is, a rózsafűzér, betlehemi fából készült rózsafűzér, akkor megfogom a rózsafűzért, Jézusom, szüzanyám, te velem vagy, nem vagyok egyedül, velem vagy, és ezt kell nekünk nagyon-nagyon vélyen megélni. Ha Isten velünk, akkor ki ellenünk. Így legyünk a reménység emberei a világban, és adja a Jóisten, hogy a gyermekeink, unokáink, mi természetesen mi is, a 100. életévet megélve, majd azon túl is majd, ezt tudjuk ragyogni a világba. Boldog ember vagyok, mert Isten velem van, szívemben van. Jöjj el, Uram Jézus! Amen. Hiszek az egy Istenben, imádkozzunk, testvéreim, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki eljön majd hatalommal és dicsőséggel ítélni élőket és holtakat. Add, Urunk, hogy mindig készen legyünk eljöveteled napjára. Add, Urunk, hogy a világ népei békességben éljenek, és eljöjjön közénk a Te országod. Segíts, Urunk, hogy elhagyjuk a sötétség cselekedeteit, és a világosság fiai legyünk. Töltsd el, Urunk, vigasztalásoddal a szenvedőket és az elhagyottakat. Irgalmazz, Urunk, mindazoknak, akiket készületlenül ért számadásra hívó szavad. Adjunk sok-sok kegyelmet Mancininek, akinek a 100. születésnapját ünnepeljük, és adj, Urunk, egyben örök boldogságot elhunyt szülőknek és testvéreknek, kiket a szentmis áldozatot fölajánljuk. Urunk Jézus Krisztus, dicsőséges eljöveteled által teljesíteszed megváltásunkat, kérünk, részesíts minket most kegyelmedben, és egykor örök dicsőségedben, ki élsz és uralkodol mindörökké. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd el adományainkat, melyeket jótéteményedből felajánlunk, hogy buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk nyerjen örök jutalmat a mennyországban, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl a szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. És ezért mi is, megint az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és ők együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kejhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kejhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, amíg eljössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsenek be a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon, tedd tökéletesre a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokkal, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörüljük érünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanokkal, Szent István és László királyainkkal, a magyar szentekkel, boldogokkal és hősökkel, és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesre lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat, szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kélsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Béke. Az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, szolgáljon javunkra ez a közösségben bemutatott áldozat, amelyen már mostan mulandó életünkben megtanítasz arra, hogy az ígeket szeressük és az örökkévalókhoz ragaszkodjunk Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, járjunk békében!